Hát drága mennyei atyám, hálásak vagyunk neked itt a mai alkalomért, Istenem. Kérünk, drága jó atyám, te adj a kellő bölcsességet, Uram, az ige hirdetésre is, Uram, és te nyisd meg a szíveket, segítsél, Uram, a drága testvéreinek is, hogy mindazok az igék, amik itt elhangzanak, hogy be tudjon hatolni a mi szívünkbe, és ahogy tudjuk, Uram Istenem, hogy megvan én, hogy az ige van fölkelve, és ez az ige végezze azt a munkát, amit kell az életünkbe, Jézus hatalmas nevében. Amen. Halleluja. Na, drága testvéreim az Úrban, következő címet lehetne ennek adni, az evangélium az Isten rendje. Ugye, hát Istennek keresztül írónkott ugye az evangélium, mint tudjuk. Ha életed bármely területén problémád van, bűnbocsánat, gyógyulás, szabadulás, vagy gyarapodás, vagy ugye szegénység van az ember életében, iszonyatos nagy szegénység, ami már az Új Testamentumban nem egyeztethető, mert Jézus megüresítette magát, hogy mi bővölködjük, akkor az evangélium területén van problémám. Akkor azt meg tanulmányoznod kell, hogy ugye mert azt mondja az ige is, hogy az ige által megvilágosodunk. Ezért van szükségünk ige ismeretre, mert ha van ige ismeretünk, akkor minket hamisítanak, nem is tudnak becsapni. És Isten fiában így, amit Jézus tett, és ne abban, amit te teszel. Mert nagyon sok ember azt hiszi, amit én megcselekszek, abban hiszek be, amit Isten fiából kell hinnünk, és maga majd Úr Jézus Krisztus meg is fogja nekik mondani, hogy az Atyának Szent Szellem által, hogy mit cselekedjünk. És ha az ő akaratában vagyunk, a Márk 16:20 azt írja, hogy az igével együtt munkálkodik. Akkor ő tolja az ügyet előre. Nekünk nem kell ebben görcsösen, vagy görcsösen, vagy sikerül, vagy nem sikerül. Szentség az Úr kegyelmétől függ, nem a mi teljesítményünktől. Ez nem azt jelenti, hogy ülni kell 20 éven keresztül egy gyülekezetben, nem azt jelenti. De a szentség nem én általam, hanem az Isten általam. Dicsőség az Úrnak. És szeretnék itt egy ige helyet felolvasni, Római Levél 5. fejezet 21-es ige verse. Azt írja, hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék a megigazulás által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által. Szóval nekünk örök életünk van Úr Jézus Krisztus által, ez az örök üzenet. Ugye nyilván, amikor megyünk evangélizálni, ez az örök üzenet, hogy itt kegyelem által van, hit által üdvösségünk. Ezt a kettőt nem lehet szétválasztani, mert ehhez kell a mi hitünk is. Akinek nincs hite, hitetlen, annak a kegyelem hiába van kegyelem, nem fog fölkerülni az Atyához. De ez nem azt jelenti, hogy bűnben élhet. Ez nem ad neked arra jogot, hogy most akkor nyugodtan bűnödök, hát hiszen kegyelem van. Szeretném felolvasni a Római Levél 6. fejezet első 3-ig a igeheket. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Mert ugye van egy olyan ige hely, minél nagyobb a bűn, annál nagyobb a kegyelem. Tényleg van egy ilyen ige hely. De az nem azt jelenti, hogy már miután keresztény lettem és az Urat befogadtam, akkor még nagyobb bűnöket kövessek-e mind az előtt. Ez tévedés, ez téves. Ezt meg mutatás, hogy hú, minél nagyobb lesz a bűnöm, annál nagyobb lesz a légkegyelme. Nem, aki már amúgy is nagy bűnben van, nagy kegyelmet kap, ha befogadja az Urat. Nem mindegy a gondolkodás módunk. Távol legyen, írja az ige, második ige verset olvasom, távol legyen, aki meghaltunk a bűnnek, mi módon élhetnénk még abban? Ezen kell itt elgondolkodni. Mikor befogadtuk Úr Jézust a mi szívünkbe, azt mondja az ige, meg van írva, hogy Istennek a magja megkerült a szívedbe. És azt mondja ez az ige, hogy az növekedik. Szóval nagyon, amikor Isten növekedik én bennem, akkor nekem már nagyon nagy vágyódásom lesz a bűntől való szabadulása. Én akarom szabadulni. Nem kell, hogy nekem mondja esetleg egy vezető vagy mi, hanem nagy vágyom. És ez így
sortjuk ennek keresztül mente, nekem nagyon nagy vágyódása volt, hogy meg tudom szabaduljak például a pornócsatornától. Dicsőségem úgy, hogy meg is szabadítom. Az ő dicsősége nem az enyém. De a vágyódásra én bennem volt. És én akartam. Én eddig tettem. Úr, ezt láttam, meg is szabadítom. Na most így vagyunk a bűnnel is. Ha én akarom, te lépsz egyet, az biztos, hogy az Úr a 99-et meglépi. Csak a döntést hoz meg. Mint a tékozló fiú, és ugye hozott egy döntés, már most még ott sem volt mit enni, ha menjél az atyához. Az atya meg szeretettel fogadta. Dicsőség az Úr, hogy ilyen szeretett atyákon. Ahol nem tudjátok én, hogy akik megkeresztelkedtünk Jézus Krisztusban, a ő halálában keresztelkedtünk meg. Mit is jelent ez? Beleszülettünk Úr Jézus Krisztusnak a halálába. Beleszülettünk Úr Jézus Krisztusnak a szellemiségébe, magyarul a halálába, az azt jelenti, ha meghalt a test. Nincs. Ugye mint tudjuk, halottnak nincsenek kívánságra, igaz? Pál apostol a gyönyörűen leírta, még ő se tudta, de szóval meg tudta, mama ne kíván, hogy ő se tudta az előtt, meg el is bűn. Hát én se tudtam, most miért ne kívánnám, már meg egy fiatal hölgyet, ugye? Azelőtt én is így voltam, megkívántam, bele is estem a bűnbe. Hát de nem tudtam, mert tudatlan voltam. De ugye, ahogy itt az elején kezdtem az evangéliumot, van ige ismeretünk, akkor már tudjuk, hogy mit szabad, meg mit nem, az Isten fiaira. A kegyelem nem arról szól, hogy akkor most kegyelmesen minden nap elkövethetek a bűnt, hiszen kegyelem van. Nem. Akkor valószínűleg még nem született újjá a személy. Akkor ennek kell elgondolkodni, ha nekem vágyódásom van a bűnre, akkor még az ott van bennem. Azért van vágyódásom. Menjünk tovább. Aki helyesen hirdet az Isten kegyelmét, az nem fogja támogatni a bűnt. Mi sem támogatjuk a bűnt. Egy szikráját sem. Jézus sem támogatta a bűnt. Egy szikráját sem. De ettől függetlenül kegyelem van. Ha nem volna kegyelem, szerintem egyikünk sem szívna a levegőt, meg máshol sem. Ez a dolog kegyelme valóban, de a kegyelem nem erről szól, hogy akkor kegyelemből most már minden nap elkövethetem a bűnt, hiszen kegyelem van. Ebből sportot nem lehet üdni. Mi sem támogatjuk, mi ellene megyünk a túlkegyelem tanításoknak. Ezt szeretném is hangsúlyozni, hogy én a kegyelemről beszélek, mert kegyelem van hitáltal. De senkit sem buzdítok a bűnre. Oda szeretnék lapodni a 2 Timóteus leveléhez, és felolvasni 2 Timóteus levele, hogy ezzel kapcsolatosan mit üzenő nekünk, 2 Timóteus második fejezet 15-ös ige verse ezt írja. Igyekezz, hogy Isten előtt becsületesen megállj. Mint oly munkás, aki szégyen nem van, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédjét. Ámen. Na ezt tanácsolom a tét tanítóknak. Vésség az elmélyükbe. Téves tanításokat ne tanítsák. Ne mondítsák az embereket a bűnre. Mert Isten sem buzdította. Mert bizony van egy ige, ami azt írja, ugye a mennyegzőn, aki nem fehér ruhában volt, kivágták a mennyt. Szóval magyarul ki lett dobva, hogy szennyes ruhában nem fogunk fölékkedni oda. Úgyhogy ezt vegyük el ezt a tanítást is, és szeretném a római levél 6. fejezetet odalapodom, el is ezzel kapcsolatosan. Az egész római levél egyébként azért íródott, mert ott igen nagy volt a vallásosság, és a Pál apostol az így nekik, ugye, és a vallásosságból már kijöttünk, ezért van a kegyelem, nem azért, hogy bűnözzük, hanem azért, hogy már miránk a törvény így nem vonatkozik, mert a törvény által senki nem üdvözlünk, hanem kegyelemből hitáltal. Igen, nagy a különbség. Azt mondja, a 6. fejezet 15-ös igeversét olvasom, ami ezt írja, mit is tehát védkeztünk élivel, hogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Távol legyen. Ahogy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul, engedelmességre annak vagytok a szolgái.
akinek engedelmeskedtek vagy a bűnnek, ami halálra, vagy az engedelmességnek, ami a megnyugvásra vezet. Szóval aki azt hiszi, hogy a kenyelmen azért adatott, hogy halmozzuk a bűnöket, akkor azt a dörgögöt szolgálni tíj az ilyen. De ez nagyon egyszerű, ugye? Hát a bűnös vagyok, akkor valószínűleg nem a Jézusnak a szellemisége van bennem. Ugye ez egyértelmű. Itt egyértelműen leírja, aki a bűnt szolgálja, az az ördögnek a szolgálja, aki az urat szolgálja, az az úrnak a szolgálja. És azt is tudjuk, hogy nem lehet két urat szolgálni. Mammont is, meg Isten is. Meg van írva. Ugyan itt semmiféle olyat nem olvasunk sehol sem, mert a bűnre serkentene bennünket, hogy nyugodtan bűnözhetünk, mert akkor tudnunk kell, hogy még az a szellemiség bennünk van, attól meg kell szabadulni. Odalapodok a zsidó levélhez, 13. fejezet, 13-as igeverséhez, és felolvasom, amit itt üzen nekünk. Halleluja, dicsőség az Úrnak, zsidó levél 3.13, igen. Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy közületek senkit meg ne keményítsen a bűnnek csalátsága. Szóval, ha még közösségben vagyunk, testvérek vagyunk, ugye, ott írja az igen, test és vér. Mert beleszülettünk Úr Jézus Krisztus testébe. Ti is, én is, más is. Akkor nem lehet az, hogy én nem ölöm, hanem, hát akkor hogy mondja a testvére? Ilyet mondasz a testvérednek? Nem mondasz. Hiszen ha beleszülettél Úr Jézus Krisztus testében, mindjárt egyek vagyunk, és abba születtünk bele, és nem bűn valami szívünkben, nem keményíti meg a szívünket, akkor szereted őt. Hát a bűn követel akkor is, de igen, már szeretettel elmagyarázott neki, hogy ebből ki kell jönned. És akkor végül is vele teszel jót, de magaddal is, mert van egy igen, ami azt mondja, hogy a nővérét a te fejeden számon kérem. Ha te már jobban ismered az igét, akkor neked el kell magyarázni, hogy figyelj oda, drága testvérem, ezért ez nem jó, mert te a bűnnel nem egyesülhetsz. Nem, hogy még támogat. Jó, van, figyelj, kegyelem van, csak nyugodtan gyújtsa rá. Nem érdekes az, hogy berúgsz hetente, nem számított. Nem abban van a baj, hogy megpotlasz. Nincs elesetben. Megpotlotta, oké, meg van, oké, kész tovább. És ne csináljunk ebből sportot, ne nyugtassuk le magunkat, mert az ördögünket nem el. Kegyelem van végül, és ez belefér. Múlt héten is, ezen a héten is, azon a héten is, 10 év múlva is, 20 év múlva is, a keresztény még 20 évesen. Azért az már elég nagy baj. 20 év alatt nem sikerült neki kijönni, de az Úr áldja meg, és mi is megáldjuk őtet, és hogyha ezeket az igéket be tudja engedni a szívébe, akkor az ige segít neki. Az ige föl van kerve. Csak sokan eljönnek egy ige hirdetésre, lezárja a szívét, a nagyába okoskodik, hogy sokkal jobban tud mindent, és úgy megy el innét, vagy más gyülekezeti helyen, és ahogy jött. Kemény szívve, kemény szívve. Jött, kemény szívre támadott. Mert a kemény szív nem tudja beengedni. A kemény szív mindig azt mondta meg, hogy a okoskodás, hogy sokkal jobban tudja. Halleluja, dicsőség az Úr, hogy szeret mindnyájunkat, és az Úr azon munkálkodik, hogy mindnyájan kijöjjünk belőle. Odalapodok a római levél 6.16-hoz. Dicsőség az Úr, halleluja, nagyon jó az Úr. Ez a szerencsénk, és valóban ilyen hosszú tűrő, de sportot nem üzhetünk a bűnben, mert meg vagyunk akkor kötözve van a szellemiséggel. 6. fejezetet elolvasom, 16-os ilyen helyet, ami ezt írja. Ahogy nem tudjátok, hogy akinek, már ezt olvastam, akinek oda szálljátok magatokat, azzal lettok megkötözve. János 5.14-et olvasom, János evangélium 5.14. Halleluja. Az emberek azért látva a csodát, amelyet Jézus tett, mondták neki. Bizonnyal ez ama próféta, aki eljövendő volt a világra. Ugye Jézus mindjárt prófétának kiáltották ki. És a 5.14 azt írja. Igen, 5.14.
és mondta neki, ime, meggyógyultál, többé nem étkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Pedig ő ma meg is gyógyult. Volt rá hite, hitte átvette a gyógyítást, Jézus által meggyógyult, és azt mondta, figyelj, menj, de nem étkezz többet, ne legyen rosszabbul dolgod. Hát ugye lehetne sportot ügyni a bűnből, akkor Úr Jézus Krisztus nem küldte volna őt, igen, főleg olyat, aki meg is gyógyult. Most már tartsd magad tisztán, rendben vagy, meggyógyultál, volt rá hited, de nem étkezzél, mert rosszabbul lesz dolgod. És ez mindenre érvényes. Úgyhogy ezt hát jó, ha komolyan veszük, mindjártunknak szól, nyilván nekem is, nem csak másnak. Ez a tanítását ugyanúgy nekünk is mindjártunknak, odalapodok a Titus leveleihez, második fejezethez, és szeretném felolvasni a Titus levelét, olyan is a sér az halleluja. Igen, azt mondja, a második fejezet 11-es ige vers. Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ez a szerencsé. Minden embernek, ebben mindenki benne van. Amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértéktelenséget, igazán és szentül éljünk jelenlévő világon. Ez megint csak nem arra néztek minket, hogy bűnözünk. Még egyszer felolvasom. Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme. Tényleg kegyelem van. Hogy ezt mondják is. A szuper kegyelmes is. Igazából van kegyelem. És ez minden emberre. De nézzük meg a következő ige helyet. Pingpong, mindjárt utána közvet le, hogy mikor beszélsz a kegyelem, ott ne álljál meg, hanem jön a következő ige vers, ami azt mondja, amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget, magyarul hitetlen nem tud üdvözülni, mert a kegyelmet is hit által veszi át. És a világi kívánságokat, ugye, vagy a Pál apostol is tanította, ne kívánt, már ez is bűn. Hát, ez. Mértéktelenséget, ez mindenre érvényes. Italra is, nem oda bűnött, te megiszol egy két pohár vörösbort. Látod, nem bűn. Vagy egy csöppet kívánta. Ez nem bűn. Nem itt kezdődik a bűn. Hanem a mértéktelenség, hogy ő pedig is írja, hogy ne borotul részegedjetek be. Ott van a jó kis szentszelem, ott a kőben részegedjük. De ettől még ihatunk egy két pohárból. Minden lelkismeret mondanás nélkül. Vagy bármilyen italt, ki melyiket szereti. Ezzel nincs semmi baj. Mértéktelenség. Igazán a szentül éljünk a jelen lévő világban. Nem mondhatjuk azt, hogy ilyen mocskos világban egyrészt már nem bírom ki csak a néha. Na, vagy mit tudom, hogy neki rá kell nyújtani, hogy teljesen mindegy ki, mivel van megkötözve. Nem, itt semmit nem serkent bennünket arra, hogy kegyelem van, nagyon jó, hogy az ige helyben mindjárt itt a kegyelemről beszél, de egyik mondja azt is, hogy mihez tartsunk. Ez nagyon jó, ez nagyon tetszik. Egy ige hely, ez a Tituszak a levele, második fejlet, 11-es, 12-es igelecse. Itt a szépen helyre tesz, hogy kegyelem van, hitáltal, nagyon jó, dicsőség az Úr, mert nem minden, hogy valamivel patlopottál, Úr, megbocsátod, így van. De mikor már céltudatosan, sportszerűen nézzük a bűnt, az már biztos van benne, hogy az Úr nem örül, ahogy emint igén voltam, nem érkezni többet, ne legyen rosszabb tudalva, mert lesz, ne van ilyen. Menjek tovább. Szent életet élj! Ahogy már mondtam az ige helyet is, ha Isten magja beugrott a szívünkbe, az növekedik. Az meg előbb-utóbb kell, hogy látszódjon az életünkben. Nekünk nem kell magunkat fényezni, hanem észreveszi a kicsi ember, és ugye, az az ember már tudott valami történt vele. És ez így van, helyén ez a jó. És ez így is van, és dicsőség, örülök én is, ugye akit ismerek több keresztényt is, ugye nem is egy van, aki úgymond rajta keresni fogadta, de az Urat nagyon örülök, és látom a sok jó változás benne. Ez nagyon jó ilyet látni. Igaz, látom, hogy igaz, figyelj jó, nem? Befogadta rajta keresni, és akkor látod, hogy szép lassan változik. Na ott az Isten magja bent van.
meg nincs ebben, vagy nem kell kárhoztat. Megmondottál, na gyere, segítünk, kihúzunk téged, de nem tudjuk a fejre. Azt kegyben is talán. Ennyi. Az a Szent Élet megakadályozza, figyeld, miért pont a Szent Életet élni? Megakadályozza a sátán hozzáférését az életedbe. Még ugye 20-30 éves keresztény azért gyöszörök, hogy ha meg ez van, meg ez történt, azért már siralmas 30 év után már ki kellett volna írtani az ördögnek az én magát is az életébe. De 30 év után már az élet volna. Ezt bátran kimerem mondani. Ha bűnbe élsz, a bűn szerzőjének adod át magadat. Kinek is? Az ördögnek. Hát ha van bűn az életedbe, akkor még az ördög jelen van az élet. Semmiféle teológiai tudomány. A bűn szerzőjének átadja magát. Ezzel jogos alapot adsz az ördögnek, rombolást hozol az életedben. Ő jogosan van be. Az jó, ha mindenki tudja, az ördögnek csak annyi joga van az életébe, amennyit ő ad neki. Az úgy magától csak úgy nem megy. Az úgy magától nem fog ide becsúszni az életemben a palátosság szellemet, csak úgy, hogy én most bemegyek a doktorin. Nem, ahol én nyitottam ki a ajtót. És kinek bármi problémája van még, te nyitottad ki az ajtót. Az ördögnek nincs olyan, csak hogy kibesétálni az életedbe, azért az Úr Jézus Isten jól leszabályozta. Én adtam a jogot neki. Mivel szabad akaratom van, és azon keresztül. Ha szentségnek adod át magad, akkor Istennek adtad át magadat. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Akkor azt fog látszódni az életedben, a cselekedeteiben. El az ember nem a világi. Nem is kell mondanod, hogy keresztény vagy látszódik. Az újjászületett hívő számára a Szent Élet az üdvösség gyümölcse. Már nem gyümölcse. Az üdvösség gyümölcse a Szent Élet. A szentségünk vele járója, hogy helyes kapcsolatban éljünk Istennel. Na, ezt már olvasom. János 3 evangélium. János evangélium a harmadik fejezet. A harmadik fejezet. 3-as ige verse. Megvan? Jól van, örülök, hogy bólingat is lehet, ha nem úgy a dicsőség a Úrnak. Ezt írja, olvasom. Felele Jézus, és mondta neki. Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem látja meg Isten országát. Testvére, szuper kegyelem. Ha te még bűnökben eredezel, mert szuper kegyelem van, nem születtél még újjá. Mivel nem születtél újjá, itt ezt olvasom, nem látja meg a mennyeknek az országát. Egy szuper kegyelem elveszett. Nincs ilyen. Biblia írások szerint. Van kegyelem, hit által be kell Jézusnak a szellemiségébe születni, és újjá születni. Erre a kegyelem. Hogy tényleg kegyelemben ma is, tegnap is volt, holnapban lehet, hogy nem lesz, mert lehet, hogy az úgy a lényeg. De aki még nincs a helyén, az meg fog lepődni. De bízunk benne, hogy még ilyen közel nincs az idő, de nagyon közel van, azt tudjuk. Szóval, még egyszer felolvasom. János evangélium a harmadik fejezet 3-as ige verse. Felele Jézus a Nikodémusnak. Mondom néked. Bizony, bizony, ez egy nyomatékos szó. Ha valaki újonnan nem születik, nem látja meg Isten országát. Szóval szeretném még egyszer mondani. Feltételhez van kötve, hogy a mennybe kerüljünk. Attól kegyelem van, ez igaz. De nem szuper. Nekünk is kell arra, mint te. Az ördögöt nem megengedni. Ilyen egyszer. És felolvasom a 1 János 3.9-et. 1 Jánosnak a levelét 3.9-et tudjuk, az
esik bűnt, aki az Istentől született. Nincs meg vége. Mert benne marad az ő magja, amit már említettem. És nem cselekedhetik bűnt, mivel az Istentől született. Hát ha Istenségbe beleszülette, Istentől születtem, hát akkor bűnt már nem cselekszik, mert az ördög meg már nincs benne. Igaz, milyen egyszerű, ez semmiféle nagy logika nem kell ehhez. Még egyszer felolvasom, ez a kegyes tanítóknak. 1 János levele, 3. fejezet, 9. ige verse. Senki sem cselekszik bűnt, aki a bűntől, aki az Istentől született. Mert benne marad az ő magja, és nem cselekedhetik bűnt, mivel az Istentől született. Ez az Isten gyermeke. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Szerintem úgy látom, a Bibliában sehol se támogatják a bűnt, mint ahogy a kegyes tanítók, ugye, nagyon támogatják, semmi se számít, kegyelem van. De úgy látom, hogy mégiscsak számít. De akkor tényleg kegyelem van. A vallásosság nem értik a kegyelmet. Ezért a törvényeskedő gondolkodás alapján élnek. Tolják rá a lényét. Teljesítmény alapján viszonyulnak Isten. Azt hiszik, minél többet mennek, annál abban fölkerülnek. Nem. Kegyelem hitáltal Isten megszületik bennem, nem cselekszek el bűn, és mivel a Szent Szellem van bennem, tényleg akarok cselekedni. Nem mindegy a motiváció. Hogy bűnös vagyok, akkor az ember, de menjünk, mert az Úr ezt akarja, lássál mi, hogy mit csinálnak, akkor majd így megyek a mennyországba. Nem, ezt nem kell senki a mennyországba. Motiváció nem mindegy. Hogy már Szent Szellem van bennem, és szeretetből megyek evangéliumot tolni az embereknek, hogy ők is szabaduljanak meg. Én a gyerek is, ti is, meg más is. Mert sajnálom őket. Hogy nem veszelek el. Ez a motiváció, ez így jó. Mert a Szent Szellem már pezsdíti az embert. Aki betöltetik egy Szent Szellembe, az akar valamit csinál. Aki nincs betöltetik, az reggel estig feküdni, 20 éve tűnőnek élet jelen, de nem is akar semmit se csinálni. Más, ahol letoltják, az már lakgáz, de van, aki nem is akar. Hát mert már annyira le van ülve, sok pillanatnyira lejutett őt, hogy olyan nyugodtan ül, hogy esze ágában sincs semmit csinálni. Ez lenne, semmit csinálják vele. Menjünk tovább. Miért kell gyülekedetbe járni? Miért is beszélek erről? Mert fölütötte megint a tévtanok a fejét itt Magyarországon, sok-sok szennyet behoztak már külföldről, sok jót is az Úr áldja meg a jó szolgálókat, és igen nagy szeretette, várjuk is és fogadjuk is Magyarországon őket, de ahol valaki félreértse, semmi bajunk nincs vele, de nagyon sok szenny is bejött. Többek között ez a nagy kegyelem tanítások is onnét is szimálhattak befelé. És akkor most a legutolsó időben ütötte fel a fejét, hogy vannak a notariusos szalagálósok, akik már több tár gyülekedetet is végigszalagáltak, persze sehol se jó, és ezt tanítják, nincs szükség gyülekedetre, otthon legyen oda haza Istennek közösségbe, ami jó, tényleg közösségbe kell lenni, ez valóban jó. Az ige is írja, hogy az én juhaim hallják az én hangomat, valóban a Szent Szellem vezessen tégedet, de a te elméd, ez rendben van. De gyülekedetesz, ha nem tartodol, akkor kérdezem én, amit kapta ajándékot, a négy falnak fogsz vele szolgálni. Gyülekedetesz tartodni kell, teljesen biblikus, itt írja be a Biblia is, Pál apostol ezeket a gyülekedeteket ő alapította, és gyülekedetbe összegyűltek, és mivel gyülekedetben járunk, így tudom, hogy mi bajodban, milyen problémában tudunk szeretette egy hitte imádkozni. De mivel te otthon vagy a négy fal között, meg én is nem is tudunk egymásul semmit sem. Hanem van egy nagyobb rendezvény, ezt megfigyeltük, akár itt is ugye, és akkor ilyen, akik szaladgálnak a keret után, akkor mindjárt abban van, azt akkor két hónapig sehol sincsen. Ez teljesen nem is kritikus, meg én nem tud kiteljesedni, ők magánzó farkasok, mert a Biblia azt írja, hogy Jézus Krisztus testében mindjárt egyek vagyunk, és szükség van ugyanúgy a nyelvre, kézre, lábra, és minden egyes ajándékban. És írja is az ige, hogy én majd küldök a gyülekedetbe evangélistát, pásztorokat,
profétákat, tanítókat, minden ajándékkal, bírókat, azért, hogy épüljön a gyülekezet. Szóval ilyeneket olvasok én a Bibliában, miközben hallom egyre több embernek a szájában, egyébként a szalátálósok, meg akik nem tudnak beépülni gyülekezetbe, meg belesérültek a gyülekezetbe, meghallják a gyülekezeti szót, és úgy bőpattanak, hogy a mennyedet ütile őt, annyira bőpattan, úgy bele van sérülve a gyülekezetbe, ebből neki még ki kéne jönni, mert a sérülésünk ott maradt benne. És ezek nem tudnak valóban egy gyülekezetet, nem is akarnak, de ő nem akar, hogy legyen az ő dolga, mert Isten szabad akaratokat ad, de ő ezt hirdet is és tanítja. És aki letartalmazik, még adóban is egy csaj, hogy szétrobbantja a gyülekezetet. Ez abszolút nem biblikus, mert Isten egységet akar. Mindenkivel. És ő mindenki szeret. Tehát szükség van gyülekezetre, és gyülekezeten belül ugye a te ajándékaidat tud szolgálni mások felé. Azt mondja, ha soha többet nem mennél gyülekezetbe, Isten akkor is szeretne. Te viszont nem tudnád Isten úgy szeretni, elszalasztod a többi hívővel való közösséget, és az abból fakadó bátorításokat, biztatást, közös imádságot és az áldásokat. És te sem tudsz áldást lenni másoknak a számára. Ez nem úgy, hogy én kitalálom odahazaszt, akkor elszaladom a kis piroskához, ahol tényleg még ráadású tehetős is, rácuppanok és akkor ott szolgálom felé. Nem. Gyülekezetbe, mikor jársz, valaki be tud épülni egy gyülekezetbe, és tényleg van egy ilyen lelki gondozói, vagy a szívébe is, meg a szabadító szolgálat, az tényleg szolgálja felé. Mert ez tényleg jó dolog. De az, hogy ő találja, hogy hova megyek, sok esetben még nem is hívnak, ha nem megyek, akkor ebben belegyaláz a szabad akaratba is. Mert hívni kell, hogy hívjál. Isten azért adta belénk az ajándékot, másoknak szolgáljunk vele. Úr Jézusban egyek vagyunk, Róma 12, valamulok, szeretném felolvasni nektek, Róma 12-t. Hallani a 12. fejlet, 5-es, 9-es jövendség, felolvasom, ami ezt mondja, azonképpen sokan egy test vagyunk, Krisztus. Egyenként pedig egymásnak tagjai. Egyek vagyunk. Mint hogy azért külön-külön ajándékaink vannak nékünk adott kegyelem szerint. Akár profétálás, hitnek mértéke szerinti teljesítés, akár szolgálat, szolgálatban, akár tanítói, a tanítása. Buzdító a buzdítása, adakozó a adakozása. Mindenféle ajándékot adott az Úr. És ez csak akkor tud kinyilvánulni a közösségben. Úgy tud szolgálni, te a te ajándékod épp felé, én az én ajándékommal te felé. Ez úgy otthon a négy fal között nem igazán tud teljesedni ki. Galata 3.28-ot alapolok, felolvasom. Galata 3.28, ezt mondja, nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabados, nincs férfi, sem nő, mert ti mindjárt egyek vagytok Jézus Krisztusban. Egyek. Már megint csak az egyek. Nem külön-külön. Én otthon, te is otthon, te is. És akkor két hónapban valaki csinál valamilyen konferenciát, vagy valamit, akkor eljövünk. Aztán jól, akkor beszélgetünk, én ott megint hallaszolatunk. Ezt hiszem, hogy ez teljes mértékben a bibliai írások szerint van, és működik, és nem tud így kiteljesedni az ajándéka senkinek sem. Halleluja, dicsőség az Úré! Következő helyre napodok, Zsidók 12.1-et szeretném felolvasni. Vigyázz, az ellenség tart vissza a jó keresztény közösségtől. Az ellenség. Aki szúrja, minek megyek én oda? Nincs nekem annak között semmi keresztény való. Hogyan már mit keresek én? Múltkor is beszóltak nekem. És hát ha megsértődtem, akkor mi ott van benned? Ilyen egyszerű. Ha megsért,
kettőt, mert valaki mondott valamit, akkor az még ott van benne, meg vagy benne kötöttve, ki kell jönni belőle. Ilyen egyszerű. Keresztény már nem sértődik meg. Ha meg mégis megsértődik, akkor tudod, hogy meg nem vagy rendben azon a területen. Ilyen egyszerű. Azért van a közösség is. Hát attól, hogy a négy fal nem fog téged megcsiszolni. A fal nem fog visszaszólni. Fal nem mondja meg, hogy mi a probléma még az életedben. De ez egy közösségben, és akkor lehet, hogy egy testvér nem is tudja, ő a Szent Szellem indítja, hogy beszól neked pont oda, ahova nem kellene. Úgy érzem. De közben pont kellett. Jó, besértődtél, hazamész, egy kicsit tuszogsz, aztán rájössz, hogy tényleg az még ott van. És akkor megszabadulsz tőle. Legközelebb össz a közösségbe, jól megölelgetett, drága testvéred, de ahogy beszóltál, tényleg ott volt, mert azóta megszabadultam tőle. Na, így fejlődünk egymás között, közösségbe. Úgyhogy közösség a szükség van, én nagyon ezt hallom, van akik az ellenkezőjét, ez az ő bajok. De annak mondja valamit, tehát nem fél mindjárt kibukik. Hiába mosolyog neki a fülállandóan fölé. Olyat mondasz neki, egy fő tudtál maradni. És akkor mindjárt vártad, hogy mi van benne. 12.1. ezt mondja. Annak okáért mi is, akiket bizonságoknak így nagy fellegemez körül, félretéve minden terhet és megkörnyékedő bűnt, kitartással fossuk meg előttünk lévő küzdőteret. Azon mindjárt meg kell fogni a hitnemes harcát, és azt megint csak úgy tudod megfogni, a közösségbe vagy. Ha nem vagy közösségbe, ha milyen egyszerű kereszténynek lenni, igaz? Nagyon. Olvasgatod a Bibliát, elimádkozol magadnak, és akkor valami nagy rendezvény van, elmegy, szoktam megint, fürdődöl a keretbe, és hazahaladsz. Csak megállt a fejlődés. Szellemi fejlődés megállt. Az ilyeneket látnak, mondasz neki kicsit egy kis igazságot, nem rosszul mondott te azt. Már meg sem tűnik. Egy hónapig nem is látod őket. Úgyhogy közössége szükség van, egymást csiszoljuk szeretettel. Nem a fejedet dolgok, hanem kimondjuk. Te is kimondod, és akkor el lehet gondolkodni, hogy igen, még ebből ki kell jönni. 1 Korintus 13.3 odalapodok. 1 Korintus 13.3-hoz. Szeretnék felolvasni ezt a ige helyet. Azt mondja, hogy igen, 13.3. Következőt mondja. És a vagyonomat bűnfelétetem is, és a testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincs én bennem, semmi hasznomból. Na most a szeretet meg megint csak úgy tud munkálkodni az életedben, ha közösségben vagy, és akkor dolgokat rátolnak, ami még benned van, kijöttél belőle, jön maga a Szent Szellem mindig helyette, és ő maga a szeretet. És egyszer csak úgy betöltekedett szeretettel, ha valaki az igazságot megmondja neked, nem fogsz röpattadni a székkel úgy, hogy a mennyedetük le, mert már rég túl megy rajta. Dicsőség az Úr. Szeretet együtt munkálkodik, figyelj! A szeretet együtt munkálkodik. Oda lapodok a Filippi levélet, mert én oda tóltam a Bibliát, dicsőség az Úr. 2. fejezet 1-5-ig. Szeretném felolvasni. Olvasni. Annak okáért hely van Krisztusban bátorításnak, ha hely van a szeretet vigasztalásának, ha hely van a szellembe való közösségnek, ha hely van az irgalmasságnak és könyörületességnek, teljesítésének, be az én örömömet azzal, hogy egyetértésben legyetek. Egyetértésben legyetek. Ugyanazon szeretettel viseltetvén egy érzésben ugyanazon indulat lévén. Szóval szeretetben kell lenni egységben. Ha megint csak ott vagyok a négy fal között, akkor könnyű szeretni a másikat. De akkor is kell tudni szeretni, hogy esetleg az igazságot szeretben mondja, azt talán nem is egyet jó. Semmit ne cselekedjetek versengésből, semmi hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást
a maga hasznát, mindenki a másiké is, nem csak én, ő is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt Krisztus Jézusban is. Ő nem sértődött be, pedig aztán őt leköpködték meg, sörgéket ütöttek a tenyerébe, és tovább. Nekünk ezt kell elvenni. Dicsőség az Úr, egy János 3.18-on alapodok. Egy János 3.18 azt írja, hogy olvasom. Fiacskáim, ne szóval szeressünk se nyelven, hanem cselekedetekkel valóságosan. Tudod, nagyon sokan vannak, találkozok vele, úgy szeretünk, meg is öleget ám rendesen. Miközben hallom folyamatosan vissza, Tóti miért a belezsegyet, hát te vagy jó Istenem. És öreget. Nem tudom, nem milyen szeretet, én nem tudom ezt szóval tenni. Mert nekem problémám van veled, megmondom a szemembe. És tisztázom. És megyünk tovább. Ha vannak ilyenek is. Sajnos én nem tudom, hogy milyen szeretet. Ő ezt hogy tudja azonosítani, miközben hátunk mögött más mond, és akkor találkozunk fülig szájjal, vagy mosolyogva. Megöleged. Van ilyen is. Majd egyszer, ha megáll, megkerülöm tőle. Mert hamar el is szabadult, hogy még kérdezni sem tudom. Egymás terhét hordozzátok. Zsidók 10.24-en adalakodok. Zsidók 10.24. Miért fontos ez? Nagyon fontos, mert ennek a igény pont arról szólnak, ha tudtam, hogy a négy fal között ezeket, hogy teljesíted meg. Mert sehogy én szerintem a négy falban nem tudom. Zsidók 10.24 ezt így olvasom. És ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre, jó cselekedetekre mozdítsuk. A négy fal között meg kizbutítasz a falat. El ne maradjanak egybegyűlökedéstől, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. Mert a szándékosabb vételük az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat, hanem az ítéletnek valami rettenetes várása, tűznek vágja, amely megemészti az ellenszegülőket. Szerintem a fő lényege, amire én most ki akarok lukadni, el ne maradjatok egybegyűlésektől, miképpen szokásuk néveiknek. Erre akartam itt kilukadni. Hogy itt a Pál apostol is írja a zsidó levélben, hogy vannak olyan emberek, az a szokásuk, hogy eljön aztán, hogy a igazság esetleg kiderül, vagy mi, akkor elhagyja. Szóval, de leszalad a másik helyre, és majd onnét is elfog, mert ott is előbb-utóbb megmondják a igazat, és akkor ez a tipikus szalaggálós, tudod. És sehol se jó neki, mert ezekből lesz a otthon ülők. Nem akar egy gyülekezetbe se, még véletlenül se beépülni, mert bele van sérülve, az igazsággal nem tud szembesülni, hogy azt elhagyná. Mert ilyen egyszerű. El kell hagyni, és az már nem fáj. Ha van is benne, nem fáj. És nem beszél a Szent Szellemről mindig helyettem. Megyek tovább. Galata 6-hoz alapodok, Galata levél, 6. fejezetéhez, valószínűleg ő is ezekről a dolgokról akar valamit üzenni nekünk, halleluja, dicsőség az Úrnak. Igen, 6. fejezet, 2. igeben, sorosom. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Egymás terhét. Ha valaki ott van a négy fal között, hogy hurcolja terét. Ő kitalálja, hogy elszalad a Y-ahoz, jó meg körbe, lihegi, és utána hazaszalad. Ez nem szolgálat. Szolgálat az, mikor ott vagy, és neked ha tetszik, hanem szeretett, te szolgálsz. Mert Isten ezt akarja tőled, én tőlem is mástól, és elég kell egység, mit mondja el. Még egyszer olvasom. Egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be a Krisztus törvényét. Krisztusét nem a Old Testament
tenni tudsz, hogy problémában imádkozunk, szeretettel érte, és itt amiben tudunk segíteni. Erre van szükség a gyülekezet, egymáson segíteni, imába, fizikálisan is esetleg, amiben tudnak. 6. fejezet 10. verset még felolvasom. Annak okáért még idők vannak, cselekedjünk jót mindenkivel, de leginkább hitünk hála népével. Megint csak a gyülekezet. A hitünk hála népe. Egy hitben vagyunk, ami hála népe, akik vannak. Ez megint csak nem a négy fal közötti szolgálatról szól. Az természetes, hogy kell, hogy bemenj a legbelső szobába, és Istennek beszélgess. Én nem ellen beszélek. Én amellett beszélek, hogy ilyen nincs, hogy csak otthon a négy fal között vagyunk, és semmiféle közösséget nem tartozunk. Ezek az emberek magázó farkasok kitépték magukat Jézus Krisztus testéből. Nincsenek az egységben. Ennyi. Ez a Biblia írja, nem én találom már ezeket az okosságokat ki. Jár gyülekezetbe, tanulmányozd az igét, szeresd az embereket, szabadulj meg a terhektől, a keserűségektől. Hát ha jársz egy közösségbe, hogy tényleg bármi problémában egy jó igével alá támaszra imádkoznak el, de már fölödülve mész haza. Igaz? Ezt tapasztaltuk már nem egyszer. Sem kétszer. Írja, igen, valóban fizesd a tizedet, szabad akaratból, példabeszédnek 3.9-ed az alapot, azt mondja, igen, tiszteld az Urat a te vagyonodból, a te egész jövedelmed gyengéjéből. Ez nagyon-nagyon fontos, erre nem akarok most vénységre kilukadni, csak Istentől van az a törvénykedés, hogy a tizedet kell fizetni a Máté Evangéliumban. Erről azért beszélek csak így futólag, mert itt is elhangzott, hogy nincs is tized az Új Testamentumban, nagyon téves az ő bibliai ismerete. És én ezt szeretném helyreteni, amikor Máté Evangéliumában mondom ennek a Úr Jézus Krisztuson, hogy azt megkérdezik, Uram, ha kell a császárnak fizetni, azt mondta Jézus, mutassátok azt a pénzt. Ki van rajta a császár? Na, akkor add meg, ami a császár, és add meg, ami az Istené. Úgyhogy nincs itt eltörölve a tized, hanem szabad akaratból, a jó szívű alakodót szereti az Úr, ne testből adakozzál, mert a szomszéd is adott, akkor te is adsz, hanem a szíved indulod, és mit a szívvel adod, az biztos, hogy garancia az írás írja, hogy az Úr gondoskodik róla, hogy az visszakerüljön, még attól több. De ha meg azért adsz, hogy na most kétszer annyit kaptak, akkor már megint elcsúsztál, mert nem szívből adta. Szóval a szívből adakozzál, többet bízd az Úr, ezt mi megtapasztaltunk. Úgyhogy ez mindenképpen csak így utólag szerettem volna tizedről ennyit, mert ebből is olyan téves tanítások vannak, hogy még csak nem. Amit mondtam, Máté 22-21-ben írja, nem is lapozok oda, meg van írva, mindenki lapozzon oda, és a Lukács 6.38 is lehet, hogy ezt a négyet azért felolvasom, a Lukács levele, 6. fejezet, 38-as igeverse, azt felolvasom azért, így van, azt mondja, 38, azt írja, adjatok néktek is adatik, jó mértéket megnyomottak. Megrágottak, szintig teltet, adnak az emberek a ti öletekbe, mert azon a mértékkel mérnek néktek, amelyet ti mértek. Ilyen egyszerű. Aki nem ad, akkor is fog kapni, mert tévedés van az ember. Mert ha valaki rájön, hogy milyen jó adni egy szívből, akkor győzed elkapni azt, amit te is fogsz kapni, mert fogsz kapni. Mert az Istennek a rendelet, ő gondoskodik róla, az Úr dicsőséghez. Ki mit vett ugyanra? Így indul meg az anyagi áldás az életedben. Hogy amikor mondja, nincs pénzem, nincs pénzem, nincs pénzem, jusson ezek, hogy adakoztál-e, vagy adod-e. Mert ha nem, akkor nem is várhatod, hogy legyen, mert előbb-utóbb eladod. Az anyagi forrás. Az anyagi áldás csak Isten tudja megindítani mindenkinek az életébe. Meghaltunk a bűnnek Római 6.2-t odaugrok. Róma 6.2. 6. fejezet, már túl szaladtam, 6. fejezet, halleluja, 6-2. Igen, olvasom, távol legyen, akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnék még abban? Ha egyszer meghaltunk, akkor mi módon élnék?
Krisztus Jézusban, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Hát ha beleszülettünk, akkor mi már nincs vágyódásunk a bűnre, akkor már nem adott törjük a fejünket, ahol lehet bűnözet, hiszen kegyelem van. Hát akkor nem született bele, még Úr Jézus Krisztusban. Megint csak a Nikodémusnak a leveleit tudom feladni. Úgyhogy erre nagyon ügyeljük. Azt mondja, többi kerességhez tartozik a Szent Szellem keresség és a víz keresség. De a kerességről majd én úgy gondolom, hogy már a következő alkalommal fogjuk folytatni. Itten benálljuk ezt a tanítást, nem fogjuk bele, mert az teljesen másról szól. Egy imádságba bezárjuk, drága mennyei atyám, hálásak vagyunk neked a mai alkalomért, Uram. Köszönjük, atyám, hogy a te Szent Szellemnek a jelenléteit volt, Uram. Hiszen, hogy igen is azt mondja, hogy kette-hárman összetök bevemben, én ott vagyok, Uram. De mi hálásak vagyunk, atyám, hogy Isten gyermekei lehetünk, és Úr Jézus Krisztus lakodás lett a mi életünkbe, Uram Istenem. És nekünk vágyódásunk van nem arra, hogy bűnkövessünk-e, Uram, hogy szentségben éljünk, atyám, a dicsőségére, Jézus lehet.